A katonai felsővezetői szakirányú továbbképzési szakhallgatói számára tartott előadást Benkő Tibor honvédelmi miniszter november 29-én Budapesten. A tárca vezető előadásában visszatekintett a honvédelem elmúlt 30 évének alakulására, a hazánk NATO tagságával járó kötelezettségekre, valamint felhívta a figyelmet a világban zajló egyre romló biztonsági helyzetre, amelyekre választ kell adni. Kiemelte, a NATO által biztosított lehetőségeket sokan helytelenül értelmezték. Ugye mindig hallottuk azt, hogy a 5-ös cikk szerint, a washingtoni szerződés, mint alapokmány, alapdokumentum szerint, majd a kölcsönös segítségnyújtás, a kölcsönös védelmi támogatás majd megoldja a szövetségeseknek a kérdését. Tehát majd a NATO megvéd minket, leegyszerűsítve ezt a dolgot. De nagyon kevés szó esett arról, és én mindig ezt mondom, hogy a washingtoni szerződés 3-as cikke viszont az azt mondja, hogy minden ország, minden nemzet köteles olyan képességet építeni, amellyel tudja garantálni saját nemzete biztonságát. És ezt a képességet kell a NATO-nak felajánlani. Ezért van az többek között, hogy a GDP-nek nem mindegy, hogy hány százalékát költi egy ország, egy nemzet a védelmi kiadásokra. A miniszter a sorkatonai kötelezettség megszűnésének körülményeiről, valamint az ebből adódó nehézségekről is beszélt. Legnagyobb gond nem az volt, mert tudjuk, hogy milyen nehézségekkel és milyen problémákat jelentett már ez a 6 hónapos sorkatonai szolgálat, és mi mindent nem tudtunk vele megoldani. A nagyobb gond ott van, hogy a 6 kötelezettségről is elfeledkeztünk. A 6 kötelezettség. És akkor jött ugye az Európai Uniós csatlakozást követően jöttek a különböző előírások. Jöttek a személyi adatok nyilvántartása és felhasználása, annak korlátozása. Megszüntettük a 6 kiegészítő parancsnokságokon a bejelentési kötelezettséget, a megjelenési kötelezettséget, a sorozást, hogy tulajdonképpen egészségek, hogy és mint néznek ki a fiatalok. A nyilvántartást befejeztük azt, hogy kiírások történjenek a 6 kiegészítő parancsnokságokon, hogy a katonai szervezeteknél ott legyen, hogy a nemzetgazdaságból milyen technikai eszköz biztosítunk le, hová kell, hová, milyen tartalékos állományt biztosítunk. Benkő Tibor a honvédelmi és haderőfejlesztési program eddigi eredményeit is ismertette. Beszélt a haditechnikai beszerzésekről, a hazafias és honvédelmi nevelés szükségességéről, valamint a nemzeti katonai stratégia létrehozásáról is. Rendkívül fontos volt számunkra, hogy legyen egy nemzeti biztonsági stratégia, de ez a nemzeti biztonsági stratégia azért olyan célkitűzéseket tesz, amelyet csak is közös erővel lehet megvalósítani. Összefogással, közös erővel. De meg lehet valósítani. A rendezvényen szó esett a tartalékos katonai szolgálat kiépítéséről, a hazai hadipar megteremtéséről, valamint a magyar honvédség és a társadalom kapcsolatáról is. Ezzel kapcsolatban a tárcavezető hangsúlyozta, a biztonság alapja a nemzeti önerő.